release your mind, working out the ways that you'll always be right. Light, can it wait? If we fell apart, would you want me to stay? Come back together right when we fall. Fade out, heavenly tangerine. Drain out, won't you come back to me? Halihó! Ma Kolozsvár mellé Torda Szent Lászlóra megyünk, ahol egy Erasmus Plus táborban fogok előadást és workshopot tartani, és arra gondoltam, hogy titeket is magunkkal vinnélek erre az útra. Tartsatok velünk! Kicsit nehézkesen indult a reggel, nagyon fáradtan keltünk, mert Leo rosszul aludt az éjszaka, ami azt jelenti, hogy nyilván mi is. Aztán meg betettem a kontaktlencséimet, és az egyik szemem elnyelte, úgyhogy az eléggé ijesztő volt, elő kellett bányásznom. Rendben van, csak most visszatettem a szemüvegemet, hogy egy kicsit pihenjen a szemem, mielőtt betennék az új lencsét. És aztán, amíg reggelit készítettem, addig Leo megette a földet az egyik virágcseréből, úgyhogy volt itt minden, de most már túl vagyunk a reggelin, meg az első alvásán, és fogunk lassan készülődni, meg csomagolni, mert kb. Egy olyan másfél óra múlva el szeretnénk indulni, hogy délutára odaérjünk. Ott is fogunk aludni, és holnap elvileg Kolozsváron töltünk egy kis időt, és hát az időjárás nem ígérkezik túl jónak, úgyhogy nem igazán tudom, mit készítsek elő, ide hoztam néhány opciót. If it breaks down, you'll still... Szettem az ez lesz, ami ismerős lehet már a legutóbbi gardróbos videómból. Lehet, hogy nem ártott volna inget vasalni, de ez most már ilyen. Nagyjából sikerült valahogy elkészülni, ami nem volt könnyű, mert Leót nem mindig könnyű életben tartani, úgyhogy az ember még haladjon is valamire. Gondolom, akinek kisgyereke van, ez nem újdonság, de meg vagyunk, és pakolunk be az autóba, és megyünk. Megérkeztünk, megebédeltünk, most átveszünk a szobát, és aztán kb. Fél óra múlva kezdődik az előadásom. A napokban kezdte használni a Billit, úgyhogy elhoztuk magunkkal, hogy meglegyen a folytonosság.
the palm trees in the California sun. Sand underneath our feet, the morning's just begun. I don't remember much from the night before. Másnap reggel van, már megreggeliztünk, és összepakoltunk, és hamarosan indulunk Kolozsvárra, de arra gondoltam, hogy egy picit mesélnék nektek erről a rendezvényről, ahol voltunk. Azt hiszem, hogy azt mondtam a videó elején, hogy ez egy Erasmus Plus tábor volt, magyarországi meg erdélyi résztvevőkkel, egyetemistákkal, ahol én egy előadást és egy workshopot tartottam. Az előadásnak az volt a címe, hogy mennyi az annyi, és egy picit azt járt a körbe, hogy mennyibe is kerül környezettudatosan élni, szükségünk van-e feltétlenül azokra az eszközökre, amelyeket mondjuk az Instagramon, vagy egyáltalán az interneten látunk, vagy meg lehet ezt oldani másképp is, és hát egy eléggé személyes előadás volt, vagy ugye a saját tapasztalataimról, megéléseimről meséltem, meg hogy hogyan jutottam oda én, hogy vagy a környezettudatosságomnak arra a szintjére, amelyen most vagyok. Közben el kell néznem a gyerekre, aki rámol. És a workshopnak meg az volt a címe, hogy mit tanulhatunk nagyszüleink életmódjából, és ott meg brainstormingoltunk arról, hogy milyen olyan gyakorlatok voltak, vagy praktikák, szokások a nagyszüleink, vagy hát specifikusan a vidéki emberek, két generációval ezelőtti vidéki emberek életében, amelyeket ma is alkalmazhatunk, akár a városi életben is, és amelyekkel környezettudatosabbá, vagy fenntarthatóbbá tehetjük a mindennapjainkat. Úgyhogy ez volt tegnap, az előadást azt úgy annyira nem éreztem, vagy úgy nem voltam benne biztos utána, hogy mennyire ment jól, de a workshopnak szerintem nagyon jó hangulata volt, úgyhogy annak nagyon örültem. És most meg megyek, mert a gyerek rámul. Just from the human touch, and now I want more. And now my memory slowly coming back. Cracks a smile upon my face. Then it all turns black. Something about tonight, now it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Oh, I wish that you could stay. Promise me that you'll come back someday. So let's make the most of it. I remember what you said. Up in the Ferris wheel, we're kissing in the shades. Oh, I wish that you could stay. Thank you.
Nemrég értünk haza, megetettem a cicánkat, és tisztába tettem Leót, aki itt kopácsol mellettem a földön. Henrynek közben már meetingje van. Én meg átöltöztem, mert abban a pulcsiban nagyon melegen volt itthon. Ahogy mondtam, bementünk Kolozsvárra, és végigjártunk néhányat a kedvenc helyeink közül, meg felfedeztünk néhány újdonságot is. Az Akadia cukrászdát például már egy ideje ki szerettem volna próbálni, úgyhogy most bementünk oda is, és hoztunk néhány sütit, amiket még nem teszteltünk. És találtunk egy üzletet a közelben, ahol kézműves, vagy hát kézzel készített ruhák voltak merino gyapjúból, amit egy verespatakon készítenek, és kaptam ott Henrytől egy előkarácsonyi ajándékot, amit mindjárt megmutatok. Nagyon-nagyon-nagyon szép. És aztán meg bementünk vásárhelyre, mert úgy gondoltuk, hogy nem várjuk meg Kolozsváron az ebédet, hogy Leo tudjon az autóban aludni. Úgyhogy Kolozsváron bementünk a Petribe, már nagyon rég nem voltunk. És utána meg a könyvvásárra is, ami nem volt nyitva, mert mint kiderült, aztán elnéztem a dátumokat, meg a napokat. De úgyhogy ez kicsit ilyen treat yourself nap volt, de hát kb. Egy évben kétszer jutunk el Kolozsvárra, úgyhogy akkor szoktunk teát venni, meg bemegyünk még néhány helyre. Úgyhogy, ja, ez volt ma. Most meg itt megpróbálok egy picit összeszedni, meg kicsomagolni dolgokat, és kellene egy picit dolgoznom is egy Insta videót vágni, egy reelt, de meglátjuk, hogy mi fér bele, mert ahogy mondtam, Henry el van foglalva, nekem meg Leóra kell figyelni, aki most is éppen egy internetkábelt rág, úgyhogy megyek is. Szóval ezt a gyönyörű színű, nem tudom így videón mennyire látjátok, egy ilyen mohazöld színű cropped kardigánt vettünk, ami iszonyatosan puha és fluffy és meleg, úgyhogy amíg még ilyen lágy idő van, szerintem kabát helyett fogom használni. Szoknyákkal, ruhákkal, meg farmerrel is nagyon jól fog kinézni. Szerintem a részletek azok nagyon-nagyon megtetszettek. Ez a, egyébként a neve a, hogy mutassam, hogy lássátok tükörbe, Made in Rocia Montana. A neve, így találjátok meg őket, hogyha kíváncsiak vagytok. A boltban egyébként olcsóbb volt, mint amennyit a honlapukon láttam, eléggé magas áraik vannak, de hát egyrészt merino gyapjú, másrészt meg ugye kézzel készült helyi termék, és azért egy adagot vaciláltunk rajta, úgyhogy így egyeztünk ki karácsonyi ajándékba, és nagyon-nagyon örülök neki. Igyekszem majd nagyon vigyázni rá, hogy sok-sok évig tudjam hordani. Elfoglalja szinte a fél fiókot, annyira vastag, de egyelőre ide tettem, mert nem tudom, hogyha tudjátok, a kötött dolgokat nem jó válfára tenni, hogy ne nyúljanak ki. Úgyhogy egyelőre itt fog lakni, aztán meglátom, lehet, hogy keresünk neki egy másik helyet. Leuka is dolgozik közben.
Tegnap reggel megérkezett a zöldbolt rendelésünk is, úgyhogy azt is kicsomagoltam most. Henry meg közben egy gyors vacsorát készít. Hogy mondjuk, hogy megérik a sütit, a hype-ot, tényleg nagyon-nagyon-nagyon finomak, nem durván édesek. Henry a kedvencét már befejezte, ez nagyon krémes, ebben nagyon sok minden van, nem tudom mi az, de egy érdekes kombináció. Ennek a közepében alma van, nagyon jó ez is. De most már nem tudjuk befejezni sajnos, úgyhogy eltesszük a maradékot holnapra. No, hát vacsoráztunk, még gyorsan elintéztem néhány dolgot a számítógépen, és ezzel le is zárom ezt a videót, mert Leo most már nagyon fáradt, egy picit elcsúszott ma a programja, úgyhogy le fogom fektetni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!